Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Két témával foglalkozunk a mai műsorban, az egyik a Velence-tavi partfal rekonstrukció projekt, a másik pedig a globális felmelegedés. Ennek tükrében vendégem nem is lehet más, mint dr. Csonk István, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Tisztelettel köszöntelek. Jó napot kívánok, szervusz. No, ha valamiért érdemes vízügyesnek lenni, akkor az a Velence-tavi partfal rekonstrukciós projekt, mondta ezt Csonk István. Én azt gondolom, hogy mindennek rendelt ideje van, tehát ideje van ennek a munkának is. Ez egy óriási 14 milliárd forintos uniós projekt 2021-ig. Egy kicsit mélyedjünk el virtuálisan, hogy mi minden vár a vízügyi igazgatóság munkatársaira ebben a munkafolyamatban. Hát egy része már lezárult, hiszen közel 3 éve kezdődött el ez a munka. Akkor kezdtük el azt a megvalósíthatósági tanulmányt, amikor összegyűjtöttük a Velencei tó, illetve vízgyűjtőjének a problémáját. És ahogy kijött már az Európai Uniós pályázat kiírása, ehhez már kellett igazítani azt a tervdokumentációt, ami ténylegesen a projektbe belefér. Hiszen mi akkor foglalkoztunk Pátkával, Zámolyjal, Császárvízzel, foglalkoztunk belterületi vízrendezéssel, ami már ebbe a projektbe nem fér bele, hiszen más a prioritási rendszere ennek a környezetvédelmi programnak. Tehát a tervezésen egy részén túl vagyunk. Túl vagyunk már a versenyeztetésen, megvan a kivitelező, és hát elindult a munka. Most pedig ennek a munkának a szakmai irányítása vár ránk 2021-ig. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan kint vagyunk a területen, véleményezzük a kiviteli terveket, és hát a munkákat bizonyos fokig irányítjuk. No, tehát a vízjogi engedélyezések tehát megvannak, a ütemezési terv nem különben. Ilyenkor melyek az alapvetések, hiszen a Velencei tó nem csak, hogy a szívünkhöz nőtt és kiemelt beruházás nyilvánvaló, de ugyanannyira fontos gazdasági szempontból, természeti, környezeti szempontból is. Igen, hát a Velencei tóról tudni kell azt, hogy nem olyan, mint a Balaton, ott ki van mondva, hogy üdülőtó. A Velencei tónak kettős ilyen funkciója van. Van egy üdülőtó jelleg, és mellett egy hangsúlyos nemzeti parki természetvédelmi szerepköre is van. Ez azt jelenti, hogy ma az egyik korlátot megadja, hiszen a munkák egy része, a 11 áramlásjavító kotrás, az például pont a dinnyési részen folyik majd, azon a természetvédelmi területen, ami védett. Hát itt a madarakra, az élővilágra fokozott figyelmet kell követni, tehát a Nemzeti Park dolgozói folyamatosan felügyelik, hogy mikor dolgozhatunk, az mellé egy szorítás, egyfajta időütemezést ad. A másik nagyon fontos ütemezés, hogy a kiírásban is az szerepel, hogy a turizmust, azaz üdülést, tehát elsődlegesen a fürdést abban a 3 hónapban nem akadályozhatják a munkák. Ez azt jelenti, hogy a nyári időszakban ilyen helyeken nem folyhatnak munkák. Olyan területen kell ilyenkor dolgozni, ahol nem zavarja a turizmust. Tehát például az idei évben ezért tudtuk elkezdeni az evezős pályát. De hát, ha már az evezős pályánál vagyunk, ott is van egy kitétel, hiszen 2019 veterán világbajnokság, addig el kell készülnünk. Tehát az ütemtervet elég nehéz összeállítani. A strandokra vonatkozóan egyértelmű, hogy amit kibontanak össze, azt tavaszra helyre kell állítani, hogy a strand működhessen. Tehát eléggé be vagyunk szorítva, időben sok korlátunk van, de hát úgy néz ki, hogy egyenlőre ütemezetten tudunk alakítani. Nyilvánvaló. Tehát a partszakasz bontása az nyilván ősszel kezdődik, illetve tehát ezek szerint a kiemelt természetvédelmi terület okán a fészkelés stb. Miatt a védett madarakat is kímélni kell. Tehát az ütemterv megvan, de mennyiben befolyásolja ezt a téli időszak, illetve a mostani alacsony vízállás? Hát az alacsony vízállás idézőjelbe kedvez a kivitelezésnek, hiszen akkor sokkal kisebb az a munkaterület, ami víz alá kerül, tehát sokkal jobban lehet látni, hogy milyen munkát végeznek el. A téli időszak nekünk az a probléma, hogy itt döntően azért elég sok betonozási munka van. Ezt kemény fagyban már nehéz elvégezni, illetve hát a hó ugyanilyen megkötöttsége van. De hát akkor lehet csinálni azért a tóban a kotrást, amikor még azért nem fagy be a tó, a bontási munkákat, és ahogy említetted, tehát a bontásnál nagyon fontos az, hogy csak annyit bonthat ki a kivitelező össze, amit tavasszal helyre is tud állítani. Tehát üdülési szezonban olyan partszakasz, amely turisztikai szempontból fontos, nem lesz munkaterület. Hogyan lehet védeni a halbölcsőket és az ivóhelyeket itt Pákossukoróra, illetve a dinnyésre gondolok elsősorban? Hát a dinnyési résznek a védelme elég egyszerű lesz, hiszen a mohosztelep mellett lesz közvetlenül az agytereknél, tehát annak az őrzés védelme megoldott.
Az északi parton ellenben halőrökre vár majd ez a feladat a természetes halbölcsöknél. Nagyon fontos azt tudni, hogy mind a halbölcső, mint a halívóhely kialakításnál ez a MOHOSZ-nak volt a terve. Ő szerette volna az előző ciklusban már ezt megépíteni, de nem sikerült forrás szerezni rá, illetve nem jutott rá forrás. Így nekünk térítésmentesen átadták ezeknek a terv dokumentációit. Tehát nagyon szoros az együttműködés a vízügy és a MOHOSZ között. Tehát kölcsönösen egymásra vigyázunk, a mi partőrszolgálatunk ugyanezt ellátja, és nekik ugyanígy a halőrszolgálatuk. Partvédőmű. Ugye a teljes Velencei tó környékén elkészülve és körében. Ez azt hiszem, hogy ez egy kivételes nagy munka. Ennek azt hiszem még akkor a Velencei tó atya volt egyszer a gazdája. Feri bácsi, Springer Feri bácsi. Springer Feri bácsi, idestova van annak 30 éve? Hát a 70-es években 70. volt a dandárja, a 80-as évek elején fejeződött be. Tehát ez egy óriási feladat. Miként lehet erre felkészülni? Tehát a pénz, azt tudjuk, pénz, paripa, fegyver. Hát úgy, ahogy az építésen is teljes. Tehát most úgy kell elképzelni ezt, hogy ugyanakkor a munka lesz, mint amikor a 70-es években megépült ez az egész partvédelmű. Tehát voltak éppen teljesen megújul? Gyakorlatilag szinte minden egyes centiméteréhez hozzányúlunk. Egy nagyon fontos, amit az elején nem mondtam el, hogy egyetlen egy méterrel hosszabb partvédelmű nem épül. Ez tehát, mit jelent? Tehát... Hát nem növekszik a kiépített parton a hossza, tehát az északi parton az a természetes parton, ami kialakult, ugyanaz marad, sőt csökkenni fog, hiszen 9 vagy 10 helyen ki is bontjuk a partvédőműveket, és ott egy természetes litos partot alakítunk ki, tehát még csökken is a hossza. Inkább itt arról beszélhetünk, hogy a partvédőműveket, ja és visszatérve a kérdésére, úgy tudtuk megcsinálni, 49 helyszínre bontottuk. Gyakorlatilag föl a teljes felújítást, és pont az ütemezés, amire rákérdeztél, ez pont ennek a szellemébe megy, hogy a 49 munkahelynek, vagy részmunkahelynek pontosan az a feladata, hogy ütemezve végre tudjuk hajtani egymás után folyamatba, hogy egyszer ideugrunk, egyszer odaugrunk, és így készüljön az egész, tehát egy mozaikszerűen lóugrásba fog elkészülni az egész. Világos, tehát a déli oldalon a strandoknál, a kikötőknél az ugyanúgy marad, mennyiségben csak a minőség lesz más nyilvánvaló. Az északi oldalon pedig mondjuk az evezős pályától pálkozik, pedig változatlanul. Változatlanul, illetve ott lesznek majd a természetes halívóhelyek. Kotrási munkálatok, azt hiszem, hogy ez kivételesen fontos feladat. Azért megszokhattuk, főleg most erről majd esik szó a globális felmelegedés okán, és a Velencei tó vízszintje is csökken. Tehát erre különösen kell figyelniük. Amikor mi az egész kotrási tervet megcsináltuk, akkor gyakorlatilag a Velencei tónak a teljes felületére elkészült egy iszap felmérés. Tehát tudjuk, hogy a tóban hol található iszap. A mostani KEHOP pályázat, ami ki lett írva, hogy gyakorlatilag a fenntartó jellegű kotrást nem támogatják. Tehát azt a fajta mederüledék eltávolítást, amely nem vízminőségi problémát okoz, azt nem támogatja ez az Európai Uniós projekt. Ellenben támogat olyan áramlásjavító kotrásokat, illetve öböl kotrásokat a kikötőkről, amiről beszélünk, ez azért több mint 100.000 köbméter anyag eltávolítása. Ezt ellenbe támogatja, szerepel is a projektbe. Ezt most egyébként, hogyha valaki lemegy a Velencei tóra, egyből láthatja is, hiszen a MOHOSZ kikötő, ami itt van egyből Agárdon, Dinnyés határán, ott a keleti részen, ott már folyik a kotrási munka, és látja, hogy hajókkal együtt már szállítják el uszállyal együtt a Cserepes-szigettel a kikotort anyagot. Tehát a kotrási munka folyamatban van, ezt ilyenkor is lehet végezni. Mi lesz a sorsa a Dinnyés-Kajtori csatornának, illetve a Császárvíznek? Hát mi szerettük volna ebbe a projektbe, de gyakorlatilag ebben nem fért bele, tehát ez klasszikusan vettó szabályozás. Ennek a rendezését ugyanúgy meg kell majd csinálnunk, hiszen nem csak a vízfolyásokat kell rendezni, hanem a két tározónak a felújítása is lassan időszerű, hiszen a partfalal együtt létesült a két tározó, és azóta csak lényeges felújítások csak egy-egy műtárgynál vagy partvédőműnél voltak, tehát a következő lépésünk az lesz, hogy a vízfolyás rendezés, illetve a két tározó. Nyilvánvaló, hogy ez egy komfortos, tehát szép a szemnek, jó az üdülőknek, és így tovább, és így tovább. Ugyanakkor a vízminőség javítását mennyiben szolgálja egy ilyen partfal rekonstrukció? A partfal rekonstrukció önmagába nem szolgálja, de azokat, amiket említettem, a természetes kinyitások, tehát jobban szellőzik az egész víz, illetve az áramlásjavító kotrások, amik a dinnyési részen kialakítanak. Illetve hát el kell mondani azt, hogy vízminőségi problémát sajnos a kikötőkbe okozott, és
humán behatásra ott hagyott szemetek. Tehát bődületes mennyiségű hulladékot tudunk eltávolítani ezekből a kikötőkből, mindenképpen vízminőség romláshoz vezetne, ha bennmaradna. Tehát ezeknek az eltávolítása a tónak, önmagával vízével semmi probléma nincsen, illetve a tóban lévő mederanyagnak, vagy iszapnak, mederüledéknek nincs olyan hatása, ami vízminőségi romlást idézne elő, tehát sem a foszfor, sem a nitrogén értéke nem olyan, hogy ez bármiféle vízminőségi problémát okozna. De nyilvánvaló hordalék azért van, és hát azért olvasom itt, hogy a cél, hogy ülepítő tereket alakítsanak ki. Döntően igen, tehát elkészül az északi parton 3 olyan sankolóterünk, illetve 8 vízfolyás rendezése is, ami megakadályozza a külső bejövő hordalék bejutását a Velencei tóba. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy mandulát, mint egy kiszélesedett mederrészt, ahonnan könnyen el tudjuk távolítani, hiszen az északi part egy elég meredek. Onnan elég sok a bemosódás, termőföldtől elkezdés más szennyeződés, ezért nem csak ilyen hordalékfogókat alakítunk ki, hanem gyakorlatilag vízminőségkár elrejtési helyeket is, hiszen az M7-es ott megy, és onnan szennyezés is érheti a tavat, tehát egyből olyan beavatkozó helyeket is kiépítünk, ahol meg tudjuk elézni a külső vízminőségromlást. Tehát ütemterv szerint zajlanak majd a munkálatok, ugyanakkor a Nemzeti Park nyilván valamiféle kontrollt is jelent, a Nemzeti Park jelleg, tehát azt gondolom, hogy felelősen kell ehhez felkészülni, felkészültek, a munkálatok folyamatosak. Mi lesz télen? Jó, tehát a Nemzeti Parkot csak annyit, hogy már tervezés folyamatán bevontuk őket. Az összes konzultáción részt vesznek, most pedig mihelyt a területre érkezünk, abban a pillanatban szakfelügyeletet biztosítanak a kivitelezők mellett. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy szorosan együttműködünk velük. Mikor lesznek látványos eredmények? A látványost arra értem, amikor már tetten érhető, hogy változott az általunk eddig megszokott kép? Hát 2019 tavaszára mindenképpen kell, hiszen az evezőspályának el kell készülni ennek a partvédőménynek. Ennek már körülbelül egy 100 méteres szakasza ma is látható az indító toronynál. Tehát ha valaki lesétál, ott már láthatja, hogy a függőlegesből hogy alakul át a partvédőmű, ami kevésbé gátolja, illetve nem verődik vissza a hullám róla. Ott már elkészülnek, mindenképpen már akkorra készen kell lennie. És igazából majd ez 19 végén 2020-ban lesz látványos, amikor egyenként ténylegesen a munkaterületek átadásra kerülnek. Ez egy kivételesen fontos projekt, mellékkérdés tulajdonképpen, de akár szó szerint is veheted. Ilyenkor az első számú vezető lubickol egy ilyen kiemelt feladatban? A felelősségvállalás mellett természetesen. Nagyon szívesen lubickolnék, csak hát ha műszaki igazgató helyettes lennék, akkor tudnék ezzel foglalkozni teljesen, de nekem egyéb jellegű dolgaim is vannak. Én nagyon szívesen csinálnám, sajnálatos módon kevés időm rutiá, így nem tudok minden konzultáción részt venni, de hát minden probléma hozzám kerül valahogy, hogy döntsél. Jó. De jó egyébként, nagyon jó érzés. Örülök neki. No, folytassuk vízzel továbbra is, amiből egyre kevesebb jött az égből. Globális felmelegedés okán hihetetlen volt ez a nyár, és már a tavasz is. Jó magam számtalan mezőgazdásszal, agrárgazdával beszélgettem, ők még nem nagyon kerültek be abba a sodrásba, hogy az asszály fenyegette volna a termést, viszont tehát Magyarországon nyilván előfordult, Európában nem különben, és ma pedig olvastam, hogy 70% az esély arra, hogy visszatér az év végén a El Niño légköri jelenség, amely ugye egy intenzív légköri jelenség. Többek között erre is figyelmeztetnek bennünket, mármint a Meteorológiai Világszervezet. Ugyanakkor magunk is tapasztaltuk, hogy a légköri változások, a globális felmelegedés, a klímaváltozás milyen óriási problémákat okoz. Ez elsősorban a vizek tekintetében kérdeznélek téged, hogy valóban milyen vizeket okoz a vízügyi igazgatóság által kezelt területeken. Én csak a víz oldaláról tudom megközelíteni, a mezőgazdaság oldaláról nem tudom megközelíteni. Kezdjük a Dunával, Jó, kezdjük a Dunával. Nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag 1998, és egybeesik majd a Balaton, ami 2000-től kezdődik, hogy ha 98-tól nézzük, akkor gyakorlatilag azt tudjuk mondani, hogy a nagy folyóinkon, beleértve a Dunát és a Tiszát, 9 olyan árvízünk volt, és most nagy vízről beszélek, ami rekordokat döntegetett. Ellenben az előző 50 évben 2 ilyen volt. Tehát elindult egyfajta minél több víz, egyszerre, hirtelen rövid idő alatt lezúdulva megjelenik. De emellett, hogyha megnézzük a kisvízes időszakot, és mindenki emlékszik azért a mostani hírekből az inségciklára, ami megjelent a Lánchídnál,
Ilyen előfordult már többször. Hangsúlyozom, azért az idejében, most szeptember elején, augusztus végén legkisebb vízünk volt. Tehát a valaha miért legkisebb vízünk volt, nem csak itt, hanem innentől kezdve lefelé az alsó szakaszon is. De ami érdekes dolog, az inségszikla többször megjelent már, de nem augusztusban, hanem késő ősszel. És köztudott, akkor van hidrológiai évforduló, a legalacsonyabb vízállás, késő ősszel, most nyáron jelent meg. Ezt a két példát csak azért említem, hogy a szélsőségek sokkal fokozottabban jelentek meg, de mondhatok egy balatoni példát. 2000-től 2018-ig 7 olyan esztendő volt, nem egymás után, amikor negatív volt a Balaton vízmérlege. Azaz kevesebb jött a Balatonba, mint amennyi elpárolgott. És 2000 előtt soha nem volt ilyen, 1924 óta. Tehát valami történt körülöttünk, ami megjelent már a vizek készletébe. Ami nagyon érdekes, a csapadékba nem mutatható ki, most összcsapadékról beszélek, egész évben. Tehát bármilyen furcsa, most vagyunk szeptember elején, az augusztus végig tudom, 518 mm hullott a Balaton vízgyűjtő területére. Ez sok évi átlagnak megfelelő. Az még egy kicsit több is, annál közel egy 100 mm-rel több. De ezt elmúlt évekre is egy tendenciát tudom, tehát 1924-től megnézem, csapadékban gyakorlatilag nincsen lényeges csökkenés. Ellenben, amiket említettem most szélsőségeket, abban megjelent. Tehát ugyanaz a mennyiségű csapadék lehullik egy évbe, de más időbeosztása és más intenzitással. Ha most a múlt hétre emlékszünk vissza és a Gaja-patakra, ugye? Igen. És vésztük itt Fehérvár esetét ebben az esetben, 100-120 mm esett arra a vízgyűjtő területre. Igen. És nem a Gajára, hanem a Morvodajki részre, ami kikerüli a tározónkat, és ez zúdult le a városra, és két napig okozott itt ekkora vizet. Na most, hogy mondjam, ez azért valamit mutat, hogy előtte pedig volt egy nagyon hosszú asszályos időszak. Tehát lehullik az a 100 mm csapadék, ami két havi, de ez most lehullik két nap alatt. Két nap alatt. Na most ebből adódik egyből a vízgazdálkodási feladat alapvetően. Melyek az alapvetései? Ez rendkívüli kihívás. Igen, megváltozik az egész. Tehát, és visszatérve azért a Velencei túra, hiszen ott is volt egy ilyen kérdés. Ha nem tározunk be ezeket a vizeket, akkor gyakorlatilag nem tudunk velük gazdálkodni. Nem tudom kihozni. De ez nem csak most a folyóinkra, patakainkra vonatkozik, aminél nagyon komoly szemléletváltásra van szükség, a belterületeket. Mindenki úgy emlegeti a csapadékvíz elvezetés, ugye? Fehérvárról is mi volt a cél? Minél előbb kivezetni a vizet. Holott meg kéne tartani. Igen, ennek úgy hívják, hogy csapadékvíz gazdálkodás. Tehát át kéne térnünk a csapadékvíz gazdálkodásra, ami tőlünk egy kicsit nyugatabbra már elterjedt. Hiszen ha ezt a vizet megfognánk, akár egy lakóházról, akár egy burkolt területről, ciszternákba, szivárgókba, azt fel tudjuk utána használni és be tudjuk osztani. Tehát a belterületen városrendezés szempontjából egy másfajta gondolkodás szükséges. Nekünk ugyanúgy a tározó programot folytatni kell, hiszen most Fehérvár-Csurgay tározó program 2. üteme beindul, vissza kell tartanom a vizeket. Tehát nincs más megoldásom, mint ezt itt visszatartani. Igen, és ebből tudok indulni. Bocsánat, profiban ez olyan, tehát most játékosan fogalmazom meg, mint ahogy én csinálom Zámoljon a szőlőben, hogy a Leresz csatornáról lecsorgó vizet összegyűjtöm egy hatalmas nagy kádban. Igen, tőlünk egy kicsit nyugatabbra, például csináltak egy település, kis településen egy olyan akciót, hogy vettek 2-3 köbméteres műanyag nagy ciszternákat, és minden lakónak odaadták térítésmentesen, családi házas övezetről beszélek, hogyha elássa, akkor az övé lesz ez az egész. És ugyanígy összefogták az egészet. Tehát meg lehet ezt csinálni a belterületeken is, és visszatartani, akár Bakoncsernyén, akár Fehérváron, ez ugyanígy működhetne. Igen. De azért egyet tudni kell, hogy ha most egy kicsit ránézünk erre az országra, mindig azt szoktuk mondani, hogy Magyarország a legje. Ebben mondjuk igaza van, hiszen a Európában a legnagyobb felszín alatti vízkincsünk van, Európában a legnagyobb vízzel mi gazdálkodunk, ami átfolyik az országunkon. Hát hiszen a medence adottságából fogva, de van egy másik riasztó adat, hogyha azt nézem, hogy csapadékból mennyi folyik le, az azt mondom, hogy egy évben egy főre vetítve csak 600 köbméter. Ez azt jelenti, hogy a világban, ahol 1000 ez az érték, ott már háború tör ki a vízért. Gondoljunk bele, tehát ami a csapadékból lefolyik, az borzasztó kevés. Akkor itt sivatag lenne. De őrült nagy vízmennyiség jön be hozzánk, és őrült nagy távozik, és minimálisan használjuk föl. Tehát gyakorlatilag a legbővebb vízzel mi rendelkezünk,
de még mindig nem tudunk úgy gazdálkodni vele, hogy ez ténylegesen mindenki jó lesz, és itt kapcsolódik a mezőgazdasághoz, ott is meg fog jelenni majd az öntözés igény, és oda kell majd vinnem a vizet. Tehát várok arra a fejlesztési igényre, ami megjelenjen konkrétan, és dörömbbe jön az ajtón. Mi készülünk a tározókkal. Bármilyen furcsa, például a Tiszai völgyében, ott már most 1 millió köbméternyi árvízi tározókészlet van. Na, illetve 1 köbkilométernyi. Ez egy fél Balaton. Az országban 2000 tározó van. Még 500-at lehet építeni. Tehát készül a szakma, jön majd utána a mezőgazdaság is, még nem jelentek meg azok az igények, ahol megjelentek, az az Alföld. Igen, a kormányi szándék már megvan az elmúlt héten, illetve 2 héttel ezelőtt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakértőjével beszélgettem, aki azt mondta, hogy elindul az a projekt, kiírják a pályázatokat, de hát az még a jövő, hogy ezt kihasználja és hogyan. Tehát Duna. Itt a műsor előtt meséltem, hogy áldott emlékű nagyapámmal Iváncsa környékén a Duna mellékágában szoktunk fülödni évtizedekkel ezelőtt, és most nemrégiben jártam arra, egy szemvédelem volt, igen, sivatag volt. Igen. Tehát tetten érhető, és amikor beszéltünk a pesti vízállásról, ez kapcsolódik hozzá, hiszen ez nem csak Budapestet sújtotta, hanem le egészen végig. Végig gyakorlatilag határmentig legkisebb vizet, a legkisebb észlelt vizet mértük most ebben az időszakban. Ez milyen problémákat okoz egyébként, azon felül, hogy nincs víz a Balatonban, nem lehet hajózni, stb. Hát a Balatonban azért remélem. Vagy a Dunában. Hát a Dunában problémát okoz a hajózás, hiszen a hajózási zárlat lesz, hogyha ilyen kicsi lesz, és nagyon kicsi lesz, kesen lesz a hajózási útvonal. De egyet tudni kell, hogy amikor ilyen kisvizes időszak van, akkor egy talajvízáramlás indul el a Duna felé. Tehát a mellette lévő területeknek a talajvízszintsüllyesztése kimérhető. Tehát a környező területeknek, mezőgazdasági területek alól a talajvíz gyakorlatilag kimegy. Ez mindenképpen problémát jelent. Problémát jelent vízminőség szempontjából is, hiszen azért jó, rendben van, oké, tisztítjuk a szennyvizet, és tisztított szennyvizet engedünk be a Dunába, de ha kevesebb a tiszta víz, és abban ugyanaz a mennyiségű tisztított szennyvíz érkezik bele, akkor az vízminőségi romlást is okozhat. És hát azok a létesítmények, amik erre üzenek, kikötők nem tudnak üzemelni, nem tudnak kikötni, tehát a hajózáshoz kapcsolatban már víziszállítás is korlátozódik erősen. Tehát lényeges problémákat okoz itt az egésznél. Hát nem véletlenül mondta Áder János köztársasági elnökünk, aki adnak a munkacsoportnak is az egyik vezetője egy ülésen, hogy most ez a 21. század legnagyobb problémája a víz. És soha nem gondoltuk volna, vagy nem figyeltünk rá az előjelek alapján. Hogy mondjam, voltak ilyenek előjelzések, csak egyet azért tudni kell, azért, hogyha visszagondolunk egy 30-40-50 évvel ezelőttre, a víznek nem volt ára, ugye? Igen. Nem volt téma. A víz az van. Most akár a folyóvízre gondolok, bármire. Ma már közgazdasági szempontból is kimutatható az, hogy a víznek igenis van ára. Mert ahol nincs, ott nem lesz semmi. Ahol van víz, ott fejlődés van. Ott élet van, ott megyünk előre. A víznek igenis van ára, tehát most amikor azt nézem, hogy 1 köbméter víz mennyibe kerül a Fehérvíznél, akkor ne csóváljam a felem, mert önmagában sokkal-sokkal nagyobb érték, amit mi itt előállítunk, és itt van nekünk. Ezzel tudunk mi élni. Na most itt a Dunántúlon nekünk nagyon nagy szerencsénk van. Tehát mind a tározókkal, mind a dombvidékkel, mind a vízfolyással, semmiféle vízkorlátozás nálunk nem volt, most sem, nyáron sem. Minden igényt ki tudunk elégíteni bőségesen. Tehát ilyen problémák nincsen vele, de hát ez nem mondható el az Alföldre, nem mondható el a Duna-Tisza közére, és visszatérve a Dunára, amit kérdeztél, hát az alacsony víz idején például ott van Ráckeve, Soroksári, Dunaág. Most egy kicsit, hogy a másik oldalra is nézzünk, rengeteg üdülővel. Igen. Aminek a vízminősége még sajnos az elmúlt évtizedek alapján a szennyvíztisztításnak az iszapja benne maradt, és onnan látják el a Duna-Tisza homokhátságnak a öntözővíz igényét. Na most ahogy lecsökkent a víz, gyakorlatilag nem tudott kifolyni a homokhátság felé, ezért szivattyúkkal a föl kellett állni, és át kellett emelni a Duna vizét a Soroksári Dunaágba, és itt kapcsolódok vissza a kérdésedre, a szalmacsárdai holtág és a többire, ott is majd előbb-utóbb vízpotlásra van szükség, nem biztos, hogy ennél, de szerintem 10 éven belül gondolkozni kell majd a Gemenci résznek a vízpotlásával, egy ilyen alacsony vízes időszakkal, hogy meg tudjuk őrizni
igen, azt a kincset, ami ott van. Pontosan. És ez csak úgy lehet ilyen kis vizes időszakban, hogy mesterségesen beavatkozunk, úgy, ahogy sziget közben beavatkoztunk a csökkenés miatt. Erre is fel kell készülni, az élővilágnak az ökológiai vízigény is megjelenik fokozottan majd, nem csak az öntözési vízigény. Igen, hát nem elég pusztán imádkozni, hanem tenni is kell érte, én azt gondolom. Most ehhez kívánok erőt, egészséget, jó munkát. Én azt hiszem, hogy lesz dolgotok bőven. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm én is a meghívást. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, maradjanak továbbra is velünk, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!